Üdvözlöm a hallgatókat, én Donga Dóra vagyok, és a mai Hír FM debreceni adásában a civis városi polgárőrök feladatairól és körültekintő önkéntes munkáiról tudhatunk meg többet a vendégeim jóvoltából. Sziklási Péter, a Debreceni Polgárőr Egyesület a Civis Városért elnöke és szolgálatvezetője, továbbá Molnár Attila polgárőr avat be bennünket még a munka nehézségeibe, a rendőrséggel közös munkába, valamint azt is megtudhatjuk a városban, melyek azok a helyszínek és utcák, ahol kiemelt ellenőrzés szükséges. Polgárőrség az egy önkéntesekből álló szervezet, és úgy épül fel, hogy legfelül van az Országos Polgárőrszövetség, alatta a Megyei Polgárőrszövetség, és azok alatt az egyesületek, a helyi egyesületek, mint például a miénk is. A polgárőr önkéntesekből áll, mint ahogy már mondtam. Igazából, amikor szolgálatban van, akkor közfeladatot ellátó személyek, a rendőrséggel vagyunk együtt, akkor mindig a rendőr, igazából ő a vezető, és ő fogja megmondani, hogy milyen feladatot lássunk el. Önállóan vagyunk kint, közterületen. A legelső dolog az, hogy a polgároknak, tehát az embereknek a biztonságérzetét kell fokozni. Tehát látják, hogy egyenruhában felöltözve egy járőrpáros vagy több polgárőr járőrözik belvárosban, külterületeken, hozzájuk lehet fordulni, be lehet jelenteni problémákat, dolgokat, de a polgárőrre ugyanaz vonatkozik, mint bármelyik állampolgárra, tehát a hatásköre csak addig terjed. És hogyha például bűncselekményt észlel, akkor arányosan vissza kell tartani az elkövetőt, értesíteni kell a rendőrséget, minden, amit bármelyik állampolgár megcsinálhat, de a polgárőrök azért ők rendszeresen részt vesznek ebben, amiből mondjuk egy átlagos állampolgár teljesen kimarad mondjuk egész életében, mert nem találkozik semmilyen szituációval, ami problémát okozna. Mi sűrűn találkozunk. A polgárőrségnek többféle feladata van, tehát először is a rendvédelemmel kell foglalkoznunk, a városunknak a biztonságára odafigyelni. Így együttműködünk szorosan a rendőrséggel, a közterülettel, katasztrófavédelemmel, a mentőkkel, tehát minden olyan szervezettel, ami igazából hasznos a város életében. Milyen eszközöket hordhat magánál egy polgárőr? Országos Polgárőr Szövetség által kiadott szabályzattól nem lehet eltérni. Van egy ő általuk engedélyezett egyenruha, lehet a polgárőrnél lámpa, könygásspré, és más kényszerítő eszköz nem lehet, mint például tonfa vagy gumibot, és tehát ezek nem lehetnek, mert mint ahogy mondtam, önállóan csak tehát nem intézkedhet. Tehát nincsen intézkedési joga a polgárőrnek, csak hogyha a rendőrrel dolgozik együtt, és a rendőr erre feljogosítja. Mert adódhatnak olyan szituációk, amikor egy olyan bűnelkövetés van, hogy többen vannak, és mondjuk két rendőr, egy polgárőr, Attila kollégám sokkal jobban tudja ezt, mert ő rendszeresen részt vesz ezekben a dolgokban. Olyankor a rendőr feljogosítja a polgárőrt, hogy igenis segítsen be ezekbe a dolgokba, de hát ez már rutinosan megy. És akkor Attilához is fordulok, hogy olyan szempontból, hogy egy kicsit meséljen nekem erről bővebben és a hallgatóknak, hogy működik egy ilyen együttműködés, és akár egy történetet, vagy egy emlékezetes dolog is biztos van a tarsolyban, amiről óvatosan lehet beszélni. Tehát ez nagyon messzire nyúlik vissza a 2013-ra, amikor a rendőrség részéről közrendvédelmi osztályvezető felkereste az egyesületünket, hogy a KMB alosztály mellé kellenének polgárőrök,
akik azon a területen laknak, ahol a KMB-sek vannak, mert itt nyilván jobban ismerjük az ott lakó közösségeket, ismerjük a problémákat, és tehát 2013-ban én együtt kezdtem működni a Debreceni Rendőrkapitányság KMB alosztályával, azóta is ott vagyok velük, vagyok heti rendszerességgel szolgálatban, és hát nagyon jól összetudunk dolgozni, tulajdonképpen folyamatosan segítjük a munkájukat. Nagyon pozitív a megítélés a rendőrség részéről a polgárőrökkel szembe. Nagyon elfogadóak, egymás munkáját valóban tényleg nagyon tudjuk segíteni. Különböző feladatok vannak, akár helyszínbiztosítás, akár eltűnt személy felkeresése, akár, amit a Péter említett az előbb, hogyha van egy zűrösebb eset, akkor az előállítandó személynek a felügyeletét bízzák ránk. Tehát nagyon tág és széles körű ez a dolog. És esetleg valami sikersztorit? Hát folyamatosan vannak sikersztorik. Talán az egyik legérdekesebb az, hogy egy rutin ellenőrzés során a rendőrök igazoltattak személyeket, és nekem feltűnt, mintha valami sumákság lenne, és akkor én elkezdtem a környéken körülnézni, és az egyik bokorba találtam egy illetőt, akit oda kísértem a rendőrökhöz, igazoltatás történt, és kiderült, hogy egy országos körözetről van szó. Wow! Hát ez nem kis dolog. Tehát folyamatosan vannak, igen, elég érdekes ez a munka, tehát hogyha munkának nevezhetjük, nagyon érdekes, és tényleg nagyon-nagyon szeretem én is csinálni. Először akkor önnek szegezem a kérdést, és akkor utána fordulok Péterhez, hogy maga az, hogy önkéntes alapon működik, ez az egész szakma, ez a szakág. Miért jelentkezett anno erre a feladatra? Ennek is van története. Az akkori egyesületnek a vezetője, aki személyes ismerősöm, megkeresett engem azzal a kérdéssel, vagy feltett nekem egy kérdést, hogy mennyire fontos nekem Debrecen közbiztonsága. És mondtam, hogy nekem nagyon fontos, és mondta, hogy most alakult egy polgárőrség, és neve szeretnék belépni. És mondtam, hogy természetesen szeretnék belépni, mert hogy nekem is tényleg nagyon fontos ez, hisz itt élek én, és itt élem a napjaimat, és így igen mondtam, és ez az egész az 2011-ben kezdődött. Akkor már több mint 10 éve. Igen. Nem, mert ugyanezt tudom elmondani, tehát nekem is, tehát az akkori egyesület vezetője egy barátom át hozott össze vele, akkor beszélgettünk, mert annak idején dolgoztam, tehát vagyonőrként, meg az éjszakában is ilyen rendészként, és mondta, hogy nem-e lépnék be. És először csak helyileg, tehát meghatározta, hogy ahol lakunk, akkor egy ottani csoportban, és mondtam, hogy természetesen, tehát ez egy jó dolognak láttam, mert igazából tehát az önkéntességnek az lenne a lényege, hogy a városunknak visszaadjunk, mert itt nőttem fel én is, Debrecenben, mondhatom, hogy lokálpatrióták vagyunk, tehát nagyon szeretjük, és nem mindegy, hogy élnek, tehát hogy élünk mi is, hogy élnek a gyermekeink, mibe fognak fölnőni, és ha tehetünk valami kis pluszt, akkor amikor az embernek lehetősége van, akkor kötelező visszaadni. Mi így tudunk visszaadni, csak a városnak. Milyen nehézségei adódhatnak egy polgárőrnek? Hát először is mondjuk szembe kell nézni előítéletekkel. Tehát mi önkéntesek vagyunk, és leginkább 50%-ban rendvédelmi feladatokat kell ellátni, az után megoszlik, tehát karitatív célokat, karitatív, például Debrecenben a karitatív testületben benne vagyunk, tavaly nyertünk teljes jogú tagságot, előtte pártolótagként voltunk, nagyon sok karitatív megmozdulásunk van, foglalkozunk fiatalokkal, ifjú polgárőrökkel, 15 iskolával vagyunk kapcsolatban, ahonnan a gyerekek jönnek 50 órás kötelező közösségi szolgálatra, úgyhogy onnan szoktak maradni ifjú polgárőrök, és már eleve úgy bánunk velük, mint hogyha teljes jogú tagjaink lennének,
és nagyon szeretnek velünk lenni, úgyhogy mindig azért olyan 30% maradni is szokott. A polgárőrségnek a szerteágazó munkája. És ezt az egészet azért le kell koordinálni, ki kell találni a feladatokat. Közben az OPS-től is kapunk feladatokat, például környezetvédelemben is jeleskedünk. Tavaly volt egy közel 7 milliós programunk, a Tisztítsuk meg Magyarországot programon keresztül, ahol a Nyírerdőben 150 köbméter szemetet szedtünk össze. Hát az rengeteg, és ezt 2,5 hét alatt teljesítette az Egyesület. Tehát leginkább a nehézségek a szerteágazás. Tehát az, hogy nagyon-nagyon sok vele kell gondolkodnunk, és mindenhova azért arra megfelelő embereket kell megtalálni. Úgyhogy, mint ahogy Attila is a rendőrséggel tökéletesen együtt dolgozik, tehát arról a részről nyugodtak vagyunk, attól még megyünk, több közös szolgálat van a rendőrséggel, de még a nehézség az, hogy olyan önkénteseket találni, akiknek nem megy el a kedve, mert benne van fél évig, egy évig, és látja, hogy itt nincsen fizetés. Egy idő után elmegy a lelkesedés. De mindig vannak újak, meg azért van egy olyan 35-40%, akik aktívak, és ott vannak, mi már bele vagyunk csontosodva ebbe a dologba, tehát innen kirobbantani nehéz minket, mert nagyon szeretjük. De egy nagyon jó közösség, tehát mondjuk meg is ragadom az alkalmat, ha valaki jelentkezni akar. Tehát egy hónapban olyan 2 szolgálat van, amit elvárunk a tagjainktól, és egy nagyon jó közösséghez tud csatlakozni, ahol közös szolgálatok, vannak csapatépítő tréningek is, úgyhogy lovas polgárőreink vannak, 2 nagyon jó és sikeres kutyás polgárőrünk van. Ez az egyesület nagyon jól épül fölfele. Ez természetesen nem csak a mi érdemünk, hanem főleg az önkormányzat támogatásából tudunk erősödni. De a debreceni önkormányzat azért mindig azt támogatja, akik húzzák az igát. Tehát előbb mindig a munka van, és utána a jutalom. Debrecenben most hány polgárőr van? A teljes létszám, de az 332 fő lenne, de ezt nem kell így készpénznek venni, mert tehát mióta megalakult, 2010-ben alakult a polgárőrség, mi is 2011-től vagyunk aktív tagjai, tehát vannak lemorzsolódások, és nem szoktunk elküldeni senkit, mert van, hogy 2-3 évre kilép, tehát a munkából, de megmaradt polgárőrnek, nem lehet tudni, hogy mikor fog visszajönni. Vagy például benne van a Szomszédok egymásért mozgalomba, ami úgynevezett szemmozgalom, mert már mondjuk idős, és közben nagyon értékes munkát végzett előtte, de idősként otthon van, és figyel, és van rálátása, és akkor egyből bejelentést tesz, nekünk egyből szól. Én például 024-be be vagyok kapcsolva, szerintem ott is, és bármikor elérhetőek vagyunk. Az aktív fő az 80 főben határozható meg, ami nagyon jó, és ebből egy olyan 35, maximum 40 főt 2 napon belül mindig be tudunk állítani. Úgyhogy össze tudunk szedni egy-egy komolyabb feladatra. Debrecenben, ami munkára felkértek minket, akár önkormányzat, akár rendőrség, akár bármilyen szervezet, 98%-ban mindig elvégezzük. A 2% az, amikor már mondjuk előre visszautasítom, mert nincsen rá lehetőségünk, mert éppen egy fontosabb munka van. Például most lesz a kampusz, tehát ha van a kampusz, ugye ott folyamatosan ott vagyunk, tehát délutántól reggel 6 óráig, a külső védelmet szoktuk biztosítani, ott nem fér bele mondjuk egy rallinnak a biztosítása. Uh-huh. Tehát, de azt is nagyon szeretjük, sőt, kifejezetten.
de mindig elmegyünk. De hogyha már itt tartunk, és említette a Campus Fesztivált, ugye nyakunkon a nyár, igen, nyakunkon a meleg, a jó idő. Ilyenkor van különlegesebb, vagy fontosabb feladata a nyára vonatkozóan a polgárőröknek, aminek kifejezetten figyelni kell? Rendőrséggel hetente többször van együttműködésünk, szolgálat, közös szolgálat, és amikor önállóan megyünk járőrözni, az is hetente több alkalommal van, leginkább esti órákban, hétvégente, tehát a úgynevezett bulizó helyeket kell fölkeresni, mert tehát a fiatalokra ügyelni kell. Amikor elengedik magukat, tehát ővelük is lehet probléma, például kint a Békástónál rendszeresen járőrözünk bent az erdőben, hogy nincs-e valaki rosszul, nem-e adagolta túl magát, sajnos tehát előfordult már ilyen. Például ugye a Campus Fesztivál külső védelmét mi csináljuk, és akkor rendszeresen kint vagyunk az erdőn, meg sajnos azért történnek zsebtolvajlások, kifosztások, és arra, tehát azért van egy olyan réteg, aki a ittas állapotban lévő fiatalokra specializálta magát, mert azok könnyen áldozattá tudnak válni, és ezekre figyelni kell. Tehát mindig kihangsúlyozom, tehát a rendőrséggel együttműködve tudunk ezekről az emberekről, azért megpróbálunk oda hatni. De mióta csináljuk a Campus kezdettől? Már csináljuk, mondjuk én annak idején még 2008-ban is voltam kint Novakerén, te nem voltál? Nem voltam kint 2010-ben, de 2011-ben lettem. Igen, itt még az, hogy nem csak a meleg, hanem ugyanakkor a hideg is szokott tényező lenni. Itt külön oda szoktunk figyelni még a hajléktalanokra. Tehát a hajléktalanokra ne hűljön meg, ne fagyjon meg. Télen általában teát szoktunk nekik osztani, vagy hogyha úgy van, akkor a hajléktalan szállókat értesítjük, vagy a megfelelő szervet, hogy jöjjenek érte, akár legyen ez mentő, vagy a hajléktalanoknak a reformixet értesítjük, vagy nyáron ugye a meleg, tehát itt meg szintén a hajléktalanoknak vizet szoktunk adni, megnézzük, milyen állapotban van, ha már alszik, oda megyünk hozzá, lélegzik-e, él még, milyen állapotban van, és akkor tényleg vagy a reformixet, vagy a mentőket értesítjük. Tehát, igen, a reformixel is van egy együttműködési megállapodásunk, és többször mentünk velük, meg fogunk ugyanúgy menni velük hajléktalan ellátásra, de tehát nagyon sok olyan hajléktalan van, aki bent lakik az erdőben, vagy elhagyatott épületekben, és azokat külön szoktuk mindig leellenőrizni, mert köztük megbújhat például országos körözött személy. Azt tudni kell azért az Egyesületről, évente legalább két országos körözött elfogásában részt veszünk. Nagyon aktív és nagyon jó társaink vannak, akik azon a területen, ahol dolgoznak, 100%-ot teljesítenek, és amúgy nagyon büszkék vagyunk rájuk. És akkor már erre a mondatra rá is csatlakoznék, hogy Debrecenben van-e kiemelt terület, ahol fokozottan figyelni kell a közbiztonságra, vagy fokozott a polgárőröknek a száma? Debrecenben melyek ezek a helyek, utcák, vagy esetleg épületkörnyékek? Nagy állomás, Petőfi tér, igazából a belvárosi rész, és a nagy erdő környéke. Mondhatnám persze a lakótelepeket is, minden lakótelep részen vannak csoportjaink. Például Attila, amit mondott, elfogást, példát, ott is ugye gépkocsi katalizátor levétel volt. És ez lakótelepeken működik leginkább. De sikeresen elfogták őket. Milyen kezdeményezéseken, ugye itt már ejtettünk róla pár szót, de hogy milyen kezdeményezések vannak, akár egy évet lefedve, vagy milyen kezdeményezésekben vesznek önök részt? Az úgymond vezetőknek, mindenkinek megvan a maga feladata. Az én feladatom ugye a közbiztonság, a rendőrséggel való együttműködés, közreműködés, más ágak, akik ezt a karitatív részt viszik. És mindenre próbálunk odafigyelni, és nyilván egy ember annyira sok feladatra nem tud figyelni,
ő tartja kézbe az egészet, de vannak csoportok, a csoportokon belül meg le vannak osztva a feladatok, és akkor ezt a csoportvezetők viszik tovább. Szóval, tehát amit az elején mondtam, hogy 50%-ban rendvédelemmel foglalkozunk, de a másik 50%-ban környezetvédelem és karitatív rész, meg gyermekek, kis gyermekeknek az oktatása, leginkább alsó tagozatos gyerekeknek az oktatása tudatos közlekedésre. Erre is minden évben kapunk lehetőséget az Országos Polgári Szövetségtől, és 3-4 hónapon át, valamikor fél éven át oktatjuk hetente egyszer-kétszer, 4 iskola van benne, de mindig kiválasztjuk, hogy kik, és alsó tagozatos gyerekeket oktatunk a tudatos közlekedésre, és a végén van egy ünnepség keretében adnak számot a tudásukról a gyerekek, akkor ilyenkor 40 gyerek szokott lenni, és utána rendezünk nekik egy kis szórakozás, lovagolhatnak, kutyás bemutató van, kapnak rengeteg ajándékot. De tehát visszatérve arra, hogy például környezetvédelem, én a Nyírerdő ZRT-vel 2 éve van együttműködésünk, régebben is volt, de ellaposodott. Most 2 éve nagyon aktívan részt veszünk ott is, hetente 2 alkalommal van szolgálat, és figyelnünk kell a illegális hulladék lerakást, akkor a fatolvárást, rongálásokat, bármi ilyen dologban részt kell vennünk, együtt működünk az erdészekkel, és hát a karitatív részről meg ez kétfele ágazik megint, mert van a Debreceni Karitatív Testület, amivel együttműködünk, és osztásokon mindenféle karitatív munkában részt veszünk. Például legutóbb a Bójai és milyen utca, az Mixát kereszteződésnél, ami van nyugdíjas házat, a padokat festettük. Ugye alpolgármester asszony, alpolgármester úr is részt vett rajta, és pillanat alatt a padokat, asztalokat átfestette a testület tagjai, átfestették, de mi önálló tartós élelmiszerosztásokat is csinálunk, ami nagyon jó kapcsolatunk van. Kapcsolatban vagyunk például, tehát multicég kapcsolatban vagyunk áruházakkal, nagykerekkel, és ővelük, őket keressük fel mindig. Egy évben kb. 3-4 nagyobb osztást csinálunk rászorulóknak, de azon belül, tehát havi szinten van megkeresés, tehát mindig megpróbálunk eleget tenni, olyan 10-12 családnak segítünk. Egyébben ez a 3-4 alkalom, meg egy nagyobb tartós élelmiszer osztást csinálunk vegyi áruval. Tehát ez fontos dolognak tartjuk, mert muszáj, hogy az egyesület munkájáról jobban legyenek tájékoztatva az emberek. Nem mutatja, hogy milyen aktív, milyen munkássága van egy egyesületnek, akkor azt mondják, hogy ezek miért vannak támogatva. Tehát arra visszatérve, amit beszéltünk, hogy milyen nehézségek vannak. Tehát, hogy miért vannak támogatva, ezek nem csinálnak semmit. Tehát sajnos irítség, rossz indulat mindig van mindenhol, de ezt simán ki tudjuk védeni azzal, hogy mindenhol megmutatjuk, hogy mennyi, mit dolgozunk, de például amit az egyesületnek a Facebook oldalára, vagy az én Facebook oldalam is csak azért van, mert az egyesület dolgait rakom fel. Tehát az egy olyan 30-35%-a annak, amit csinálunk, mert hogyha most mindig napi szinten raknám fel, akkor megmondanák, hogy ez, tehát már csapból is mi folyunk. Tehát annak nincs értelme, és jó példával szeretnénk előjárni. Tehát ezzel is, hogy mennyire szertágazó az egyesület munkája. De ezt jelzem, csak olyan kollégákkal lehet megcsinálni, akik a szabad idejükből önként beáltozzák az időt. És aki csak egy kicsit is hozzátesz, nagyon nagy érték.
mert manapság már azért mindenki annyira el van foglalva, hogy örül, hogyha kikapcsolódhat, és még abban az időn és a családjával lehet, és még abból az időből lecsípve egy hónapba kétszer, vagy ötször, tízszer. Tehát ez mindig emberfüggő. Tehát oda teszi magát 3-4-5-6 óra hosszában, az nagyon nagy értéket képvisel. Milyen tulajdonságokkal, vagy hogyan lehet jelentkezni önökhöz? Milyen kritériumoknak kell megfelelni? Mennyi nő polgárőr van önöknél? 18 évét betöltött, büntetlen előéletű személy jöhet a polgárőrségbe. Jelentkezni kell először is mondjuk a helyi egyesület vezetőjénél. Van egy beszélgetés, és utána az önkormányzatnál, ahol a személyigazolványt vagy jogosítványt csinálják, ott ki kell kérni egy adatlapot, egy igénylőlapot, és utána, ahogy az megvan, azt leadják nekem, én egy belépési nyilatkozattal beadjuk a megyei polgárőr szövetséghez, és készülni fog egy igazolvány. Nálunk úgy van, hogy azért egy 3 hónapig szeretjük, hogyha szolgálatokba sűrűbben eljön a leendő kollega, és meglátjuk, hogy ő is mit szól hozzá, meg mi is igazából, de nem szokott probléma lenni. Az ember, az önkéntes, az mindig, mint ahogy mondtam már, tehát érték. Nagyon örülünk nekik, meg vannak ifjú polgárőreink, 18 év alattiak, akikből ugye később felnőtt polgárőr lesz. Nagyon szeretjük, hogyha fiatalok is részt vesznek benne, mert egy olyan célja is van ennek az egésznek, hogy a fiatalokat föl kell állítani az internet mellől, hogy tényleg hasznos tagjaivá váljanak a társadalomnak. Sajnos már nagyon keveset vannak kint, nagyon keveset vannak úgy közösségben, hogy az internet által teljesen egy más világba kerülnek át, és az foglalja le őket, de közben a való életbe meg részt kellene venni. És nagyon szeretik. Ha csak az 50 órát csinálják meg nálunk, akkor is egy olyan élménnyel mennek el, hogy mindenkinek fogják ajánlani. És mennyi nő dolgozik önök? Ja igen, nő. 30%, tehát itt megragadva az alkalmat, Dóra, önt is várjuk szívesen a sorainkba, mert kevés a hölgy polgárőr. Nagyon jó lenne, minél több hölgy is lenne, mert egy-egy olyan helyen, ahol például információt kell adni, vagy fiatalokkal kell bánni, azért az állampolgárok vagy a gyerekek nyitottabbak, bizalmasabbak, de jobban tudnának közeledni egy hölgyhöz. Köszönöm szépen az invitálást, és köszönöm szépen egyúttal a beszélgetést is, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok a jövőre nézve, és minél több önkéntest. Köszönjük szépen, és tényleg nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.